Székesfehérvár gazdasági erejének növekedésével párhuzamosan nő az utakon közlekedő gépkocsik száma is. Ezért kezdeményeztem a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzsnél Öreghegy fő közlekedési útjainak, a pozsonyi, zsolnai, nagyszombati, nyitrai és kassai utcák teljes körű felújítását. Varga Tamás országgyűlési képviselő bejelentésének értelmében a kormány elfogadta és támogatja a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzsnél kezdeményezett javaslatát a felsorolt Öreghegyi utcák, tehát a Pozsonyi út, a Zsolnai út, a Nagyszombati utca, a Kassai utca, valamint a Nyitrai utca teljes körű felújításával kapcsolatban. Cserpalkovics András polgármester a poszt alatti hozzászólásában elismerését és örömét fejezte ki a kezdeményezés sikere kapcsán, valamint kiemelte, hogy közművekkel és útburkolattal együtt ez akkora feladat, hogy csak kormányzati forrásokból tudják felújítani ezeket az utakat pár év alatt. A polgármester posztja rámutat, hogy a következő lépés a tervező kiválasztása, a tervezés, majd az engedélyeztetés a projekt ütemezett megvalósítása vonatkozásában. Cserpalkovics András hozzátette, hogy a kormányzati támogatással olyan önkormányzati források szabadulnak fel, amelyeket más városrészek útjainak, járdáinak felújítására lehet fordítani a következő években. Az említett szakaszon a felújítások előre láthatólag 2022 és 2025 között kerülnek kivitelezésre.